Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! Egy tavaszi és egy őszi nagyszabású amatőr teremröplabda torna közé ékelődik a Bonyhádi Szabadidő és Röplabda Klub nyári sportági rendezvénye, a városi strandfürdő pályáin zajló, szintén amatőröknek szóló strandröplabda torna, amely párosban és vegyes párosban zajlott le a közeli napokban. Mint ahogy a bonyhádi teremtornákon megszokhattuk, a városi strandfürdő homokjának három pályáján zajló amatőr strandröplabda tornára is jöttek szép számmal, nem csupán Bonyhád és vonzás körzetéből, illetve Szekszárról, hanem távolabbról is. Főleg Dombóvárról, mert röplabda ügyben egyébként is remek az együttműködés a két város között. Itt azért mindenki előtte tájékozódik, hogy milyen a mezőny. Nem jellemző, hogy nálunk profi játékosok indulnának, mi inkább az amatőr hobbi szintű játékosokat preferáljuk, hogy az ő játékukat nekik adunk lehetőséget. A bonyhádi tornán mind a nőknél, mind a férfiaknál és vegyes kategóriában is két fős csapatok, vagyis párosok szerepelnek. Egy-két páros már a bemelegítésnél jobbnak tűnt a többieknél, de a benevezők zöme megközelítőleg azonos tudást képviselt, így nem volt szükség két vagy több kategóriát felállítani, mint például a szekszárdi vagy más regionális amatőr versenyeken. A dobogóért biztos nagy küzdelmek fognak történni, itt vannak szekszár-tolnai párosok, akik elég jó játékerőt képviselnek, de a többiek is ügyesek, és küzd mindenki a megszerzett pontokért. A mezőny átlag életkorát jelentősen fiatalította a bonyhádi röplabdás tínézserek jelenléte. Az általános iskolában és a középiskolában preferált és eredményes sportági képzés hatása a strandröpiben a szabadidősportban is már megjelenik. Előfordult, hogy Széchenyisek mérkőztek Kelisekkel, de mindkét korosztálynak idősebb, tapasztaltabb ellenfelekkel is meg kellett küzdenie, amire felettébb kíváncsiak voltak. Én 6 éve röplabdázom, és ez a második strandröplabdám. Nekem szimpatikus, de a teremröplabdában több tapasztalatom van. Ezt lehet hasznosítani is. Igen, lehet. De együtt a hátrány is, ugye? Mert ketten vagytok, és nagy a pálya. Igen, meg hát azért a homok is, meg süt a nap. Gondoljuk, megpróbáljuk, és nagyon jó kikapcsolódás. Ki az ellenfél? Ott látok egy nálatok idősebb, rutinosabb játékot. Igen, a felnőttek, a felnőtt... Szabadidős kullak a igen. Játékosa. Velük játszunk. Nehéz lesz? Rutinot? Hát nehéz lesz, igen, de játszunk, játszani jöttünk. A bonyhádi középiskolás röplabda hírnevét öregbítő Kelisek, Máté Norbert tanítványai egyébként nem csak nyáron játsszák a sportág strandi változatát, hanem alkalmanként tavasszal és ősszel is. Mint például a Sárkány Inez, Forrai Réka kettős. Nagyon sok kondi kell hozzá, de hogyha van egy olyan csapattárs, akivel jól lehet játszani, akkor nincs vele gond. Ahogy elnéztük az új generációs bonyhádi párosokat, amennyire lelkesek és összeszokottak is voltak, megeshet, hogy más városok tornáján is hamarosan találkozhatunk némelyikükkel. 15 széchenyi általános iskolás tanuló utazott egy pályázat segítségével Lengyelországba. Az út célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a lengyel kultúrával, a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal. A legjobbak szállhattak csak fel arra a buszra, mely a széchenyi iskolásokat vitte lengyelországi körutazásra. Az előzetes megmérettetések győzteseinek járt a jutalom, hogy megismerkedhessenek Zakopane, Krakó vagy Auschwitz nevezetességeivel. A Václav Felcsák alapítvány Polonika Veritas pályázata a lengyel-magyar barátság ápolására írta ki ezt a pályázatot. Megnyertük, és tanulóimat már tavasszal felkészítettem a lengyel-magyar történelemről, a közös múltról, kultúráról, majd egy vetélkedőn számot adtak tudásukról, és a 15 legfelkészültebb diák utazhatott Lengyelországba. Már ez maga egy nagy nyeremény volt, hogy ezek a diákok, ez a 15 gyerek jutalmul kapta ezt a kirándulást.
Szerencsések ezek a diákok, hogy ezen az utazáson részt vehettek, hiszen Zakopánéba, Vieliczkai Sóbányába, Krakóba, Auschwitzba látogattunk, még Oskar Schindlernek az Omenz gyárába is sikerült egy virtuális történelmi sétát tennünk. Belecsöppentünk egy fesztiválba, Krakóba, amit a tatárok kiűzésére egy ilyen jelmezes felvonulást is végignézhettünk. Az Ózsinagógába, a Zsidó negyedbe, a Vávelbe, minden olyan helyre ellátogattunk, ami a gyerekeknek örök emléket fog adni egy életre. Megismerkedtünk lengyel diákokkal, ezek a tanulók tudnak jól beszélni angolul, úgyhogy kapcsolatokat tudtak kialakítani. Auschwitzba volt a legmeghatóbb gyerekeket, a történelem órán én már felkészítettem erre a népirtásra, de saját szemükkel, amit ott tapasztaltak, az iszonyú volt. Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy egy magyar idegenvezető vezetett végig, és olyan dolgokat is elmesélt a gyerekeknek, sőt, elvitt minket a magyar kiállításra is, és konkrétan Bonyhádról elhurcolt áldozatoknak a neveire is bukkantunk, és itt emlékszalagot helyeztünk el. A diákok gimnáziumban folytatják majd tanulmányaikat. A tanáruk azt mondja, rendkívüli érdeklődést mutattak az út egészen során. Érdekli őket ez a közös múlt, és többen mondták is, hogy családdal visszalátogatnak ezekre a gyönyörű helyekre. Most csak ez egy ízelítőt nyújtott ez a kirándulás. Ha lesz lehetőség jövőre újra megismételni a túrát, a Széchenyisek újra belevágnak. Akkor, ha lehet, a személyes kapcsolatok ápolására fordítják majd a figyelmet. A tavalyi sikere után idén is megrendezték a harmonika tábort. Július 4-e és 7-e között tanulhattak a gyermekek Pece István harmonika művésztől és társaitól játszani a hangszeren Bátaapátiban. A növendékek között bonyhádi diákok is voltak. Oktatóik egyöntetű véleménye az volt, hogy bár nem könnyű ezen a hangszeren játszani, sokat adhat azoknak, akik elsajátítják a harmonikázás fortéjait. Harmonikáról azt mondják a zeneértők, hogy az egyik legsokoldalúbb hangszer, amit meg lehet szólaltatni. Ám igen komoly technikai tudás és előképzettség kell ahhoz, hogy valaki tudjon játszani a harmonikán. Pece István évtizedek óta oktat zenét és tanítja a fiatalabb generációt a harmonikázás minden fortéjára. A tavalyi nagy sikerű bonyhádi fellépés után és a harmonika tábor sikerei után úgy döntöttek, hogy idén ismét megrendezik a tábort, ezúttal a Bátaapátiban. A táborvezető Pece Zsófia azt mondta, nem titkolt célja a tábornak az, hogy ifjú harmonika művészeket faragjanak a növendékekből. Tavaly már volt egy táborunk, egy hasonló, de most idén először vagyunk itt Bátaapátiban, és hát nagyon remélem, hogy a gyerekeknek is nagy örömére, így most már rögtön birtokba vették a játékra alkalmas helyeket, tereket, mi pedig nagyon nagy munkálatokkal készülünk itt az elkövetkezendő napokra, illetve a koncertekre. Kisgyerekek és a nagyobb gyerekek, akik jöttek, ővelük fogjuk megtölteni zenével a teret. Ők kis harmonikások, mint ahogy korábban édesapám is ezen a hangszeren kezdte, Pece István. Én igazából ennek a zenének csak szerelmese vagyok. Én énekelek, zongorázom, kórust vezényelni tanultam, de az igazat megvalva én is nagyon nagy örömmel jöttem már tavaly is, és hát ugyanígy idén is felvértezve sok-sok tudással, anyaggal, mindenféle dolgokkal, hogy a gyerekekkel egyrészt jól töltsük a,
az időt szakma szempontjából, és hát azért játékra is természetesen, hogy fussa itt a napok folyamán. A harmonika népszerűsége azért is érdekes, mondja ezt az egyik táborban tanító zenetanár, mert a 20. század elejétől egészen a közepéig nagyon kevés helyen lehetett megtanulni ezen a hangszeren játszani, de a 21. század már más sorsot hozott a hányattatott hangszernek. Nem lehetett, vagy nagyon kevés helyen lehetett zeneiskolai keretek közt harmonikát tanulni. Ez egy picit megváltozott, én azt gondolom, az elmúlt évtizedben, mondjuk a 2000-es évektől, sokban köszönhető azoknak a hát, ismert harmonikásoknak, akik bekerültek a tévébe, többek közt Orosz Zoltánnak, vagy a fiatal generációnak biztos sokat mond Szabó Ádám neve, vagy éppen Demen Misi helye, neve, aki a virtuózokban lett ismert és elismert művész. Az ugye köztudott, hogy rengeteg tanulmány van arról, hogy miket fejleszt a zene. Nagyon sok olyan növendékem is van amúgy, akik direkt amiatt jönnek, mert nekik bármiben lemaradás van, akár írásban, akár a két kéz összehangolásában, vagy a kéz finom hangolásában ilyen szempontból, és azt gondolom, hogy ezeken mind tud segíteni a zene. Nyilván egyfajta kikapcsolódás is, és én mindig azt mondom, hogy bár nyilván ezt is mindenki máshogy látja, de én azt gondolom, hogy ha a gyerekek zenével vagy hangszerrel foglalkoznak, az biztos, hogy egy olyan pozitív kikapcsolódást jelent nekik is, ami lelkiekben is föltölti őket. A harmonika táborban évről évre megfordulnak Bonyhádi tanítványok is. Koroknai Dalibor is egyike Pece István diákjainak, aki azt mondja, egyáltalán nem bánja, hogy elkezdett ezen a hangszeren játszani, mert rengeteg érdekes műfajt ismerhetett meg a harmonikának köszönhetően. 2 éve harmonikázom körülbelül. Az az igazság, hogy édesanyám látta meg ezt a, hát ki volt írva, meg volt hirdetve ezt, hogy lehet ilyet ugye játszani, tehát harmonikázni, és azt hogy úgy volt, hogy először az öcsém fog harmonikázni, aztán beavattak engem is, hogy én el kéne vigyem. Na ez odáig fajult, úgymond, hogy nekem is el kellett kezdenem harmonikázni, amit egyáltalán nem bánok. Egy ilyen tábor ez mindenképpen, mert ez nagyon jó, vagy egy olyan fellépés, amit utána egy tapsvihar kísér, ami tehát felettébb jó érzéssel tölt el. Az ilyen táboroknak az a célja, hogy a fiatalokat közelebb hozzák a harmonikához, mondja Pece István harmonika művész. A kis táboroknak azt is elmondta, hogy bonyolultabb ezen a hangszeren játszani, mint amilyennek tűnik. Tulajdonképpen a harmonika minden népnek a kultúrájában egy rendkívül jelentős momentum, teljesen mindegy, hogy sváb, magyar, szláv vagy orosz, mindenkinek a kultúrájában benne van. Valami miatt egy kicsit nálunk ez a dolog hátra csúszott, de most nagyon igyekszünk azon, hogy ismét azt a rangot megkaphassa ez a hangszer, ami egyébként azt gondoljuk, hogy megjárni. A harmonika egy nagyon érdekes hangszer, egy nagyon csodálatos gépészet, először is nem kell hozzá áram. Tehát teljesen mindegy, hogy egy erdő közepén veszi elő az ember, vagy egy pincében, vagy áramszünet van, akkor is lehet rajta játszani. Gyakorlatilag a hangja egy nagy varázslat, és én magam is gyakorló harmonikásként azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a harmonika hangja megszólal, akkor az emberekbe egy hatalmas nosztalgia ébred, mert nagyon szeretik a harmonika hangját. A zenetanár azt mondja, örül, hogy a fiatalabb generáció is felfedezte magának a harmonika hangját, és ő pedig szívesen oktatja az ifjakat a harmonikázás titkaira. A Bonyhádi Németség legnagyobb ünnepe a Sommerfest, mely szorosan kötődik a Tarka Fesztiválhoz. Az idei esztendőben ismét a völgységi fővárosban adnak randevút egymásnak a helyi és határon túli német csoportok. Az idei Sommerfest legkiemelkedőbb eseménye lesz a Schwab szépségverseny. A Sommerfest igazi ünnepe a Bonyhádi Németségnek. Nem véletlen, hogy erre az ünnepségre összpontosítják a partnerkapcsolatokat és hívnak vendégeket. Ez az a rendezvény, amikor igazán megélhetik nemzetiségi létüket. A Sommerfestet azért hoztuk létre, hogy az itt élő németségnek legyen egy olyan fesztiválja, ahol összejöhetünk, ahol beszélhetjük a nyelvünket, ahol a kultúránkat ápolhatjuk, mások is megismerhetik, ahol az énekeinket elénekeljük, és a
magunknak és a külső embereknek, tehát a közönségnek is megmutathatjuk, hogy milyen gazdag kultúrával is rendelkezünk. Évről évre nagyobb ennek a fesztiválnak a jelentősége, az ismertsége. Most 5. alkalommal szervezzük meg, de nem minden évben, 2 és 3 évente. És nagyon sok külföldi csoport is eljön hozzánk. Amikor az Ommelfestet szervezzük, akkor általában akkor tartjuk a testvértelepülések jubileumát is. Most ebben az évben Vernóval ünnepeljük a 30 éves jubileumot. Én úgy gondolom, ez egy nagyon szép szám, magas szám, és nem csak a vezetőség tagjai érkeznek Bonyhádra, hanem táncosok. A külkapcsolatok mellett a határon belüli németség is szívesen jön a völgységbe. Idén is lesz egyesített kórus, ahol közel 100-an lépnek majd föl egyszerre a színpadon. És a kultúrcsoportokon kívül nagyon érdekes keretprogramok is lesznek. Már többször beszéltem arról, hogy Bonyhádon működik egy pacskerkör, Spinszóba ők is kapnak majd egy sátrat, és bemutatják, hogy milyen pacskarokat, miket készítettek az elmúlt időben. Ezen kívül német ételeket is szeretnénk bemutatni, süteményeket, a nagymamák, nagyszülők fognak majd ebben segítségünkre lenni. Ezen kívül kézműves foglalkozások is lesznek, valamint népi játszóház. Elhozunk egy szamarat, ahol a gyerekek majd szamaragolhatnak. Ezen kívül első alkalommal lesz egy kisvasút, ami körbe megy a városba, és meg lehet nézni a város nevezetességeit. Az idei Zommerfesten legnagyobb érdeklődésre számot tartó programja a Schwab szépségverseny lesz. Gyakorlatilag már a finiséhez érkeztünk, legalábbis az előkészületi munkákat tekintve mindenképpen. Ahogy elnök asszony is említette, az idei amúgy is gazdag és színes Zommerfest kínálata egy új programelemmel bővül, az országos Schwab szépségversennyel, amely egyébként már a 9. a sorban. Erre abszolút fogékony volt a fiatalság, mert hogy a kiírásban is szereplő 15 helyből már 10-et lefoglaltak. Július 28-a egyébként a jelentkezési határidő, és elmondhatjuk már most így nagyjából félúton tartva, hogy Csolnoktól Nagymányokon át Kurdon keresztül Bonyhádig természetesen a házigazdák is képviseltetik magukat, tehát több megyét érint már most, és még 5 hely kiadó, szeretettel várjuk a jelentkezéseket. 3 kategóriában, egészen pontosan 3 fordulóban fognak a közönség elé állni. Az első az egy hagyományos viseletes bemutató lesz, amikor is a saját településüket, illetve azt a régiót képviselik, a Schwab hagyományokat a színpadon, amelyeket ők képviselnek és amelyeket ők hoztak. A második kategória és a második forduló az gyakorlatilag egy szabadon választott ruhakköltemény lesz, és a harmadik pedig ugyancsak egy bonyhádi büszkeség, segít ebben nekünk Mészáros Lúcia, a divattervező, az ő általa tervezett ruhákat fogják majd viselni a lányok. Az idei Zommerfest augusztus 2. hétvégéjén várja az érdeklődőket. A bonyhádi ünnepség sorozat egyik specialitása a gyógynövény szentelés, melyre az első napon pénteken kerül majd sor. A bonyhádi németek képviselői azt remélik, olyan értékek gyűlnek majd össze táncban, viseletben, gasztronómiában, melyek mentén tovább él majd az ősök hagyománya. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!